A Berettyó folyó felső szakaszán első, még az alsó szakaszán másodfokú árvízvédelmi készültség van érvényben. A Tiszántúli vízügyi igazgatóság Berettyói falui szakaszmérnökség vezetőjétől azt is megtudtuk, Szeghalomban még áradás van, de a készültségi szint csökken. A folyó jelenleg ezen a szakaszon apad. A szakember hozzátette, az előrejelzések szerint nagyobb csapadékra már nem kell számítani, de lassú, elhúzódó árhullámra készülnek. A Berettyó teljes hosszába áradás van, elsőfokú árvízvédelmi készültség van elrendelve a felső szakaszon, az alsó szakaszon pedig másodfokú árvízvédelmi készültség Szeghalom térségében. A töltések jó állapotban vannak, a területet nem veszélyezteti a víz, figyelőszolgálatot üzemeltetünk, vízállás észleléseket nézünk, tehát tulajdonképpen szemmel tartjuk az árhullám levonulását. Az alsó részhez Szeghalom térségébe 20 km gát tartozik, a felső szakaszhoz pedig 120 km elsőrendű árvízvédelmi művet figyelnek a szakembereink. Itt a zsilipek zártságát ellenőrzik és vízállás leolvasásokat végeznek, elsőfokban 12 óránként, lent Szeghalomban másodfokban pedig 6 óránként. A készültségi szint itt csökken, a vízállások csökkennek a felső szakaszon, Szeghalomban még áradás van, ott a harmadfok alatti vízállások alakultak már ki. Úgy nézem, az előrejelzések azt mondják, hogy ettől magasabbat már nem kell várnunk, viszont ez az árhullám, ez egy elhúzódó, tartós árhullám lesz a tározókból a víz leeresztése miatt. A Berettyó áradása miatt a beeresztő zsilipeket le kellett zárni, hogy ne menjen ki a mentett területre a víz. A zsilip zárások miatt a szivattyútelepeinket két műszakba üzemeltetjük. 1,5 millió köbméter vizet emeltünk át például a tegnapi nap, és a vízgazdálkodási társulatok is még ezt hozzátettek, egy 250 000 köbméter vizet naponta. Vízzel borított területek természetesen vannak, mert nem mindenhol tud lefolyni a víz, vannak mélyebb fekvésű területek. Itt egy 1000 hektár vetés van a szakaszmérnökség területén elöntés alatt, és egy 850 hektár szántóterület. A többi rét legelő az összesen, és egyéb az még 2000 hektár. Az elmúlt éveket, időszakot nézzük, akkor milyen mértékű ez az idei 2013-as árvíz? Ezt mondható egy átlagos árvíznek. Egyébként vannak szárazabb időszakok, és ettől vannak vizesebb időszakok is. A Berettyó folyón jelenleg is zajló 3,5 milliárd forintból megvalósuló vízügyi fejlesztés keretében töltésmagasítást és szélesítést végeznek el, mely a térség árvízvédelmi biztonságát növeli. A Berettyó védtöltés fejlesztés elindult a Berettyóújfalu térsége alatti részen. Ez töltés magasítást és szélesítést fog eredményezni, ami igazából a térség árvízvédelmi biztonságát fogja növelni. Újfalu alatti részen 42 km töltést fogunk magasítani vagy szélesíteni. A hullámteret rendbe tesszük a torkolattól az országhatárig. Itt főleg a benne lévő növényzetet, fákat, ami megfogja a jeget, azokat fogjuk kitakarítani, kis hullámtérrendezést végzünk, és az őrházaknak a felújítása fog megtörténni, hogy a gátőröknek az életkörülményei javuljanak. Április első napjaiban a Pocsajnál mért vízszint 444 cm volt, Berettyóújfaluban körülbelül 354-100 cm. Az elmúlt hónapban a sok éves márciusi átlag csapadék több mint négyszerese hullott le a Tibizig működési területén.